Nézőink, most Lengyelországba látogatunk el. Gordon Istvánt köszöntöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az előbb Szenyi Tibor beszélt elég indulatosan a úgynevezett pedofil törvényről, és hát többen elmondták, hogy van némi hasonlóság a lengyel és a magyar állapotok között, és akkor ugrunk egy nagyot. Abból a szempontból is nem tudom, jól érzem, hogy van-e hasonlóság, hogy ez idáig, vagy mondjuk ezelőtt egy évvel még azt lehetett mondani Lengyelországban is, hogy van egy fix erős kormány, kormánypártok, és van egy valamennyi erős, de labdába rúgni nem tudó ellenzék, de megváltozott a helyzet, és ugyanezt lehet látni Magyarországon is, a kutatások szerint legalábbis, hogy az ellenzék erősödik. Mennyire állja meg ez a hasonlat a helyét? Akkor a pedofil törvény Lengyelországban, ami nem volt, akkor ahol később nézzük, akkor először, hogy mi a helyzet Lengyelországban. Valóban ez a helyzet, hogy erős volt a korábbi kormányváltásnál, viszonylag erős volt a lengyel kormány, azóta viszont nagyot fordult a kocka. Sok minden játszott ebben közben, főleg a tavalyi elnökválasztás, amikor egy földindulásszerű megerősödés volt tapasztalható az ellenzék oldalán. Annak ellenére, hogy rosszul indult az ellenzék. A végére az ellenzék vezető pártja, a Polgári Platform olyan közel került, illetve képviselője a jelenlegi varsói főpolgármester, aki lényegében 6 hetet töltött el a választási kampányával, mert ennyi időt kapott, felhatalmazták, hogy vállalja el egy korábbi jelölt helyet, és egészen minimális 3%-nyi különbséggel szorult csak az elnökválasztáson a második helyre. Na most ez okozta azt, hogy itt egy erjedés következett be. Jelen pillanatban valóban hasonló a helyzet, mint Magyarországon, sőt, még egy kicsit erősebb is az ellenzék, csak egy nagyon nagy bibi van. Az ellenzék apró részekből áll. Nincsen egy nagyon erős bázisa, mert ami még tavaly egy erős bázis volt az ellenzéknél is, lényegében leamortizálódott. Ha százalékban mondjuk, akkor egy mostani választásnál ez az ellenzéknek a korábbi erős oldala 12-13%-ot kapna, amivel nem lehet. Labdába se lehet rúgni. Világos. Igen ám, más pártok megerősödtek, új pártok alakultak, illetve vannak kialakulóban, megerősödött a baloldal is, ami eltűnt több mint egy évtizedre Lengyelországban. Most se éri el a 10%-ot, de a 2%-nál, vagy annál kevesebbi százaléknál azért ez lényegesen több még mindig. Ha összeadnak, ha ma lennének Lengyelországban a választások, akkor az ellenzék fölényesen győzne a Jog és Igazságosság vezette kormánykoalíció felett. Igen. De ezek a pártok... Nincs, aki összefogja őket ezek szerint. Nem, hogy nincs, nem beszélnek egymással. Sőt, vannak pártok, ahol akkora olyanok az ellentétek, hogy ezek az emberek párton belül nem állnak egymással szóba. Horribile dictu, teljes átrendeződés van az ellenzéki oldalon. Tehát nem baloldalról beszélünk ellenzékiről, mert a legnagyobb ellenzéki pártok is jobboldali liberális pártok. Amíg ez van, addig ugye a Jog és Igazságosság pártja hátradőlhet és kérhet egy kávét. Nem. Nem, és a másik kérdés még az, hogy, illetve kettő, és akkor ez itt egy jó kis csomag lesz, hogy azért erősödhetette meg az ellenzék, mert mondhatták azt a lengyelek, hogy kvázi egy kicsit már megunták ezt a regnáló kormányt. A másik pedig az, hogy oké, hogy a varsói polgármester szereplésével nagyon jó eredményt értek el. És nem akarok nagyon ebbe az úgynevezett Magyarországon ismert népies urbánus vitába belemenni. Nem is de ez még, van. Nincs egy ilyen vidékváros ellentét? Valami van, de nem ez a döntő. Igen. Ahogy az ellenzék oldalán megfigyelhető ez az erjedés. Ugyanúgy a kormánypártok alkotta jobboldali egyesülés vonalán is. A PISZ vezeti ezt a jobboldali egyesülést, a kormánypártokat tulajdonképpen úgy, hogy van a Jog és Igazságosság pártja a PISZ, mondjuk 30%-kal, és még 1-1%-a nincs a két szatellit pártnak, ami körülveszi őket. Igen ám, de a két párt annyi embert ad, amivel megvan a parlamenti többsége a jelenlegi kormánypártnak. És körülbelül egy éve ezek ide-oda ugrándoznak. Most én nem szavazok a
jog és igazságosság pártja mellett mondja az egyik párt. Én kilépek, ha ezt a kérésemet nem teljesíti. Tehát lényegében majdnem egy éve Lengyelországban érezhető kormányválság van, és voltak időszakok, amikor egy szavazat hiányzott a jog és igazságosság pártjának, hogy a Szejmben, a lengyel parlamentben megszavazzanak egy olyan törvényt, amit benyújtanak. Nálunk a kétharmada. Uh-huh. A gond időnként, amikor egy-egy képviselő beteg, vagy nem tud bemenni a parlamentbe, ott viszont hát előfordul, hogy 3-4 szavazat is hiányzott már komoly törvények megszavazásánál. Tehát teljes a káosz Lengyelországban ilyen szempontból hosszú ideje, és úgy néz ki, hogy egyelőre ez nem is rendeződik, hiszen a választások 2023-ban lesznek. Tehát ott még van idő, hogy egymást gyűrjék. Igen. És most kezdenek, az ellenzék most kezd észbe kapni, mert ott havonta 4-5 közvéleménykutatást végeznek különböző cégek. Ezek általában megközelítőleg megbízhatóak. Ami azt jelenti, hogy ebből látszik, hogy az év eleje óta egyértelmű, hogy nem nyerne a jog és igazságosság pártja egy parlamenti választáson, hogyha ezek az ellenzéki pártok összefognának. Akkor, ha én mondjuk politikai kommunikációs tanácsadó lennék, akkor tanácsolhatnám a PiS-nek azt, hogy, és a PiS vezetésének, hogy kevésbé legyenek erőskezűek ezekkel a szatellit pártokkal, mert pont ez az erőskezűség riaszthatja el őket attól, hogy folyamatosan együtt mozogjanak vele. Még az ellenzéknek azt mondanám, hogy oda viszont kéne most egy erős kéz, aki az egészet összeboronálja, és azt mondja, akkor innentől kezdve mi egységesen lépünk föl. Jól látom? Ez így lenne jó, és így lenne értelmes valóban. De mivel a lényegében Lengyelországban egy one-man show van, Kaczynski az ország irányítója, annak ellenére, hogy tavaly novemberben egy miniszterelnök helyettesi funkciót, mégpedig azért, mert nagyon sok tüntetés volt, tehát rendbe kellett tartani a rendet, a fegyelmet az Igen. utcán, és ő ezt a területet magának besöpörte, és ő felügyelt ezeket a területeket. Ettől függetlenül nem sikerült rendet lakni. Ne felejtsük, Kaczynski több mint 70 éves, egy beteg ember. Tehát fizikailag nincs már a legjobb állapotban, semmi különösebb baj, de nincs a legjobb állapotban. Mentálisan pedig azt meg még kevésbé szabad elfelejteni, hogy Iker testvére 2010-ben repülőszerencsétlenség következtében meghalt. Vezető kormánytisztviselők, állam és kormánytisztviselők, összesen 96-an voltak azon a gépen, és ezt ő nem tudja lelkileg kihevetni. Nem tudja feldolgozni? Nem tudja feldolgozni, ráadásul, hát ez már egy abszolút magánügy, de nem kiteregetés. Ugyanabban az időben volt kórházban a mamája, a mamájuk. És ezt nem árulták el neki. Tehát több mint egy évig a mama nem tudta meg, hogy a gyermeke lezuhant. És most mondjam azt, hogy szerencsére így ebben az állapotban halt meg, mert azt a lelki traumát nem lehet feldolgozni. Világos. Hát ez az, ami Kaczynszkinak, ami emberileg én rettentően sajnálom, mert sajnálni való ilyen tekintetben, de ő megrodjant mindenképpen. Rendkívül bizalmatlan ember. Egyedül él. Most ez nem vicc, egy macskája van. Igen. És egy nagyon egyszerű ember. Nála nincsen, hogy ez, meg az, meg amaz, és akkor nem mondtam semmit sem, Igen. hanem van egy nyugdíja, mert már nyugdíjas, nincs semmiféle mániája, nem szeret utazni, ezért nem vállalja el a kormányfői vagy az államfői, nem is pályázza meg sohasem. És most úgy néz ki, hogy még erről a beosztásáról is, hogy miniszterelnök helyettes le fog mondani, mert le akar mondani. És senki nincs úgymond a kanyarban, a pártjában belül, aki képes lenne arra, hogy valamennyire összefogja a kormánypártokat. Ott biztos, hogy nincsen. Itt már egy utód kijelölési időszakot élünk egy jó ideje, ő már régen át szerette volna. Csak nincs kinek. Nem tudja kinek, mert egyrészt bizalmatlan. Van, jelentkezők vannak. Moraviecki a kormányfő, az egyiki szatellitpárt vezetője, a szélső-szélső jobbos igazságügyminiszter, tőle mentse meg a táborunkat a világ, mert egyszerűen jobb, hogyha ő nem lesz miniszterelnök. Szóval ilyen személy. És egy mondatot még, nem tudom, befejezésül, vagy Igen. még van még mit mondani, egy picit térjünk vissza erre a pedofil törvényre. Igen. A lengyel vonatkozására. Itt 2 évvel ezelőtt bemutattak egy filmet, újságírók készítették. A katolikus egyházban történt.
visszaélésekről. De ezek nem, nem úgy, hogy hát ezt, ő ezt mondta, ő amazt mondta. Lehet, hogy a nem, lehet, hogy nem a legkorrektebb módon készítették a filmet, de hát a gyermekek megrontása, a pedofília se a legkorrektebb eljárás a világon. A következő volt, kamerával felszerelkezve összegyűjtötték azokat, akik bementek velük együtt az adott paphoz, magas beosztású papokhoz. És elmondták meg, hogy te mit csináltál. És te mit csinálták, és a papok többsége beismerte. Majdnem 40 millió, ez nem csak a lengyel lakossága, nézték meg az interneten ezt a 2,5 órás filmet. Ezt tavaly megismételték, újabb esetekkel. Most tavaly jött egy elnökválasztás, szégyen és gyalázat, hogy egy országban az LMBTQ ellenes jelölt ezt a témát, nem a pedofiliát, félreértés ne essék, de a melegellenességet tűzte zászlajára avval, hogy horribilis összegeket kaptak azok a települések, amelyek idézőjelben a bejáratuknál kitűzték, hogy melegmentes terület. Igen. Utána megválasztottak egy oktatási minisztert, aki a legszélsőségesebb melegellenes kampányt folytatta szintén. Tehát az államfő abban nyert, hogy az utolsó, nem tudom, hogy abban nyerte, de az utolsó pillanat bevetette ezt a melegellenes kampányt. A jelenlegi oktatási miniszter, akitől ugye a tanmenet, a tankönyvek, minden függ, az abszolút melegellenes politikát folytat. Szóval ott ilyen törvény nincs, de nekem meggyőződésem, hogy az a film, az a két film, amit készített ez a két újságíró, rendkívüli módon hozzájárult az egyház meggyengüléséhez, mert meggyengült Lengyelországban az egyház, és a másik dolog pedig az, hogy ha ilyen politikai erők vannak a kormányban, akkor nem csoda, hogy több mint a fél ország ellenük fordult. Mert azért a lengyelek gondolkodó emberek, kreatív emberek, és azért már elmúlt az a világ, amikor a melegekre, vagy a más nemi identitással rendelkezők ellen kelljen harcolni, és nem normális célokért. Hú, hát köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta. Érdemes figyelni Lengyelországra. Érdemes, mert szinte ott naponta történik valami, és ezek érdekes dolgok, és rendkívül sok tanulságot tudunk magunknak levonni, hogy milyen területen mit kellene, mit lehetne tenni. Értettem. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, maradjanak még most is velünk, most egy tegnap rögzített beszélgetést láthatnak, ahol Breuer Péter kérdezi Kovács Bernadettet, a Seyber Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgatóját. Ennyi volt már az én szereplésem. Maradjanak azért velünk utána a Pirkadat után is, még számtalan érdekesebbnél érdekesebb műsor vár önöket. Holnap reggel pedig Breuer Péter köszönti a nézőket. Minden jót kívánok. Köszönöm. Köszönöm szépen.